rövid helyzetjelentést tudná leadni a pillanatnyi helyzetről? Hát a rövid helyzetjelentés 12 óra 25 perckor értesültem róla, hogy átszaladt a gát, egyből hívtam a katasztrófa védelmet, és mintegy negyed órán belül megérkezett ez az iszonyatos ár a településre. Hát a házakon látszik, hogy 2 méter magasságban hömpölygött a vörös iszap, mintegy 800 000 köbméter iszap szabadult el. A 10-es kazetta északnyugati sarkán átszakadt, és kb. 20 méter szélességű és 8-10 méter magas lyukat vágva. Ez most azt jelenti, hogy hány embert érint körülbelül? Hát itt a településen mindegy 100 embert. Devecsert nem lehet tudni. Devecserben jóval többet. Jóval többet, így van. Hogy milyen sérülések történtek, illetve hogy mi történt egyébként? Hát, sajnos történt egy haláleset, illetve tudunk eltűntetről, de pontos adatot még nem tudok mondani. Mi ez az anyag egyébként? Miért veszélyes? Magyar egy tímföldgyártás, egy mellékterméke a vörösi szap, ami nátrolug. De gyakorlatilag ezzel oldják ki a bauxitból a tímföldet. Milyen sérüléseket okoz? Maró anyag, illetve szembe kerülve vakságot is okozhat. Jó napot! Jöttek a másik buszon. Igen. Megkérne majdnak oda mögéjük, jó? Mindjárt letisztázzuk a dolgokat. Igen. De nincsen papír, vagy nem is tudtak róla? Hát még nem tudunk róla, de mindjárt szólok a központnak, és akkor visszaszólnak. Jó. Tulajdonképpen az egész úgy indult, hogy alakítottunk egy egyesületet, mert sportutas egészségügy a témaköreink, és a környezetvédelmet is már bevettük.
és miután megtörtént ez a katasztrófa, akkor ezen gondolkodtuk, hogy tudnánk itt segíteni, és vagy legalábbis valami módon megjelenni, és akkor beugrott ez a lehetőség, hogy itt építünk egy ilyen falat tulajdonképpen, amire kerülne egy festmény, ahol megmutatnánk a katasztrófát részben, és az emléket és az összefogást szimbolizálja ez a fal. Találtam egy hajóbb alapítványon belül egy csoportot, akik ezzel foglalkoznak, ők azonnal ezt vállalták. Volt egy cég, aki felépítette a falat adakozásként. Most a fal ugye elkészült, csütörtökön feljöttünk, és most 4 nap alatt fogunk végezni ezzel a fallal. 8 pécsi diák van, 2 tanár segédletével, hogy festik a falat, és 2 kolontár és 2 devecserű diák, és azt öröm látni, hogy egymásra találtak ezek a gyerekek a bajban, és a devecsés kolontári lányok, ők átélték, és ők el tudják mondani, el is mondják a pécsieknek, a pécsieket érdekli, és nagyszerű dolog ezt látni, hogy összekovácsolja őket ez a baj. Akkor a követ nagyon egyszerű a feladat. Na most, azt is tapasztalatból tudjuk, hogy ez a fajta kréta, ez nagyon színez is. Tehát például, hogyha mondok valamit, például ha az újságot aki rajzolja, az ne kék krétával álljon neki rajzolni, mert a festék ugyan eltünteti, de nem teljesen, igaz? Tehát át szokott látszani a kréta, és ezért inkább nézzük meg, hogy például alapban milyen színekkel dolgozunk, és körülbelül olyan krétát is válasszunk hozzá. Oké, eddig? Jó. Na tehát, itt nyugodtan mehetünk a sötét színekkel fölrajzolásra, mert itt többnyire ezeket az oszlopokat sötét színekkel fogjuk megfesteni. Mondom, az újságot akkor lehetne sárgával esetleg. Először fölrakjuk a nagyobb részeket, tehát nem kell mindjárt nekiállni a falevelecskék fölrajzolásának, aki majd ott dolgozik, jó? Hanem megnézzük azt, hogy például itt az első kocka legalul, hogy mondjuk itt van az egyes oszlop és a A, B, C, ott lent van, látjátok a D-t, ott lent van a D, akkor megnézitek, hogy a D vízszintes, egyes függőlegesnél csak ez a rész, a vonalak hogy mennek. Simán harmadolható a rész, akkor meghúzom a 1/3, 2/3, tehát az egyes harmadba oda rakok egy kis vonalat. Na, ráírjuk akkor a nevünket a ruhára, hogy meg tudjuk ismerni egymást? Akkor kezdjük, jó? Tudod mondani az úrnak? A lényegét? Lényegét, igen. Figyelj, ő ki? Az ugye, van egy homokóra az elején, ami kitörött, ez a gátnak az átszakadását jelképezi, és az időt. Aztán egy Magyarország több jelképpel, ez itt látható, ez az összefogás, hogy egész Magyarország devecserrel és kolontárral van. Majd egy újság látható a háttérben, ez a médiát mutatja, hogy mi csak onnan értesültünk róla. És a legvégén 2 ember látható egy fával, ami a reményt szimbolizálja. Most amit a tetszett kér, hogy elmondja, hogy valójában mi ezt, hogy értük meg. Na, hogy értük meg ezt? Azért nehéz elmondani, mert vannak olyan dolgok, amire azt mondják az emberek, hogy látni kell. Tehát látni kell. Más a tévé látni azt, hogy vissza vörös iszap egy autót, ugye, meg más ott lenne. Szóval, hát mit mondhatnék? Mi dolgozunk, itt vagyunk, karbantartók, és jól látható a falnak a magasság, az a 2 méter 40 centis magasság, ahogy nekik csapódott a falnak, és akkor lehetett látni az autókat, hogy vitte, hallani az emberek sikolyait, a fát, a visszatart. Ha ez egy éjszaka történik, akkor itt most tragédia. Igen. Hát egyszerűen nem lehet meg kellett volna menekülni. Tehát nem is ébredt volna fel. Tehát ahogyan betört a házakba, kész.
mi egyébként mentettük a sebesült utakát. Tehát ide hozták be őket, mi fürdestük le a vízaposán mellett. Nővéreink azok kötözték, kenőcserkenték, mentők, vitték a helikopterekhez, hát itt szálltak le a helikopterek, honvédség, mentőhelikopter, minden, szóval ezt... Amiért meg véletlenül hálásunk az összefogásért, bármilyen szinten. Biztos vagyok benne, hogy a katasztrófavédelem emberét megkérdezni, lenne egy olyan csoport, aki valahol az Iszapot merje a városba azon részén, ahol még kell. Egy biztos mindegy egy közgyűléstől volt. Így van, mindig vannak. Kérem, köszönöm. És akkor tovább, jó. És majd mindig figyelemmel kísérjük. Na, jó. Ez az összefogás, az összetartozásnak a fala lesz, itt, ahogy én hallottam itt a fiataloktól. Nagyon szép átadási ünnepséget szeretnének, hamarosan, nem tudom. Hát de csak ezt tényleg így... Itt csak hallásból, amit itt mondtak a... Ők a fiatalok. Valami összetartozásnak, az összefogásnak a jelképe. Készül, és Pécsről vannak a fiatalok, amit le a kalappal előttük. Én Somlóvásárhelyen voltam, de nálunk is ugye bejött a faluba is, úgyhogy én onnét néztem végig. Én. Hát itt csak látszuk, hogy hömpölygött a víz, és na, a víz a mocsár, a vörös iszap, és borzalmas zúgással, töréssel, morajlással, mind a földrengés onnan volt. Szóval borzalmas volt, ez a recsegés, ropogás, minden borzalmas volt. Mi mikor láttuk egy katasztrófa filmet, és ezt mi áttöltünk. Az élőben volt most. Ezt így elmondani nem lehet, és ez a Várkert, amikor én gyerekkoromban is emlékszem, hát itt mennyi futóverseny volt, meg mi műsorok, meg ez mikor itt kinéz az ember, hát a szíve szakad meg tényleg. De tényleg nagyon sajnáljuk, hogy ez gyönyörű volt. Hát végül is itt állt meg az Isza. Amit a szerencsénk. Itt állt meg az Isza. Igen, ez végig, igen. Végig mindent. Hát akkor gondolni ugye másnap azért a sebesülteket még mindig hozták, és főleg, ha az ember egy végignézi azt, ahogy kinéztek, hát a kolléganőm ő hétfőn élőbe az egészet, szóval délután sajnos neki végig kellett nézni, mikor a sebesülteket ide hozták be az otthonba ellátni őket, hát ez borzasztó lehetett, hát meg is viselte a kolléganőm ezt egész jól. Ahogy tépték le a ruhát róluk, és mosták le. Úgyhogy hát az a pirosság, az az ég, és az a fájdalom, jajgatás, minden. De hát benne a kórházban unokahúgom volt ügyeletben, a benti papucsának a talpát lemarta, amit behordtak a betegek, az lemarta a papucsa talpát benne a kórházban. És vitték az embereket a liftbe, most elnézést nem tudom, mondjam vagy nem mondjam, de mesztelenül, mint a Vágóhídról terelték be a liftbe őket, és szóval mert minden ruhát levetettek mindenkiről, és az embereknek valahogy átestek azon a határon is, hogy nem volt szégyenérzetük, meg nem volt, szóval nem foglalkozott már maga a betegek sem. Ők is csak... Hát ez egy volt. Reméljük, hogy nem ismétlődik, de félünk. Még bízni se bízhatunk. Bízni se bízhatunk, mert úgy érezzük, hogy nem őszinték, nem mondják meg, hogy itt mi történt. Hogy mi van, mi történt. Nem mondják. Hát van még ott kazetta, ami ugye repett tovább. Azt mondják, hogy sűrűbb, nem jön tovább, de ki tudja, mennyi sok eső lesz. És ha az bizony, ha az kijön, most azt képzeljük el, hogy azt mondják, tízszer annyi van benne, mint amennyi eddig eljött. Tehát akkor nekünk végünk hozzá. Azt mondják, hogy a pora a veszélyes, mert a fém lent van a földbe. A pora veszélyes. A pora már elment Balatonig. Akkor miről beszélünk? Az este mentem haza olyan porot. Végül is Ajka is akkor ugyanúgy van veszélyben, oszlop a környező falvak, mert végül is 15 kilométeres körzetben veszély van. Végül is 15 kilométeres körzetben, akkor mondták, evakuálni kellene. De hát ennyi embert hova? Szerintem azért, ha lenyugszanak az emberek, és látjuk, hogy szépen dolgoznak tényleg le a kalappal, akik eljöttek és segítettek, és tényleg itt mindenki csak köszönheti nekik, szerintem biztos, hogy legtöbb ember marad. Én biztos vagyok benne, hogy maradnak. Na,
Figyelj, ide. Nem, ide. Ja. Husaim, figyelj. Na, lényege. Tehát nem kell most kontúrozni ezeket az apróbb részeket. Ezt sem kell kontúrozni, jó? Igazából ehhez egy tök jó magyar földszínekkel egy hátteret, egy összemosott hátteret persze szeretnénk, és az meg az ecsetvonásokon lehet látni, majd amikor fönt a falon festesz, hogy széles mozdulatokat húzol, nem tudunk átfolyatni. De érted? Mert akkor állandóan arra kell figyelni, hogy a fejet kikerülni, a kis nem kezét, meg ilyenek. Nem, nem kell kikerülni, épp ezt mondom. Hanem? 20 színnel ráfestünk, és akkor úgysem tudjuk olyan vastagon bekenni, hogy a 20 szint lefedje teljesen. És látni fogjuk alulra, vagy jó, rád bízom, te dolgozol itt, oké. Na, a lényeg a következő. Tehát csak a nagy, nagy vonalakat kell most 20 színnel áthúzni, tehát itt végigmegyünk, A Magyarország térképét 20 színnel meg lehet csinálni, ezt abszolút meg lehet csinálni 20 színnel, de nem kell berajzolni 20 színnel mondjuk a Dunát. Szervusz a gyerekek! Ügyesek vagytok! Mi a polgármester úr, gyerekek, most majd be fogtok mutatkozni később, jó? Most nincs rá idő, de ígérem, mindjárt be fogok mutatkozni. Nem tudjuk konkrétan is, hogyha már ábrázolni akarunk, akkor hitelesen szeretnénk. Ugye egy hét településről tudunk. Akit érintett. Akit érintett ez az iszapkazaszról. Föl szeretnénk írni a héttel. Ha jól tudjuk, hogy hét. Ha nem hét. Igazából az az igazság, hogy hárommal szerint kellene beszélni, háromról. Persze mindenről beszélnek, mert a többiek nem annyi, hogy kimentek se a folyó a létre valamennyi, szóval azért az nem más kategória, nem az a kategória. Mert én is azon gondolkoztam, ja, Zoli egyébként, hogy most a hetet írunk föl, tudod, az vásár, akkor az olyan? Benne van. Te Kolontál, Devecservásárhely, ez három. Akkor ezt a három. Somlóvásárhely. De én mondtam, hogy rakunk egy mécsest, még ugye 16-at meg, ugye? Jól tudom, 16-at meg utolsó. Hát most már egy-ketten már haltak meg az volt, de jó, nem közvetlenül attól, de ilyen másodlagos. Igen, mert hát múlt héten mondta egy tizedik áldozat is, sajnos az is egy igen idősebb férfi a kórházban volt meg, ilyen. Igen, Győrbe fél hónapon keresztül szenvedett szerencsétlen. Magunkról, hogy ezt 6 felnőtt kezdte el Magyarországon 2007-ben. Ez egy nikaraguai módszer, ezt a mural paintinget, igen, és valójában odáig sikerült eljuttatni, hogy ma már egy mozgalommá vált Pécs városába, és hát csatlakoznak a fiatalok ehhez az egészhez. Sikerült olyan szinten adaptálni ezt, hogy ma már különböző középiskolákból vannak a fiatalok. 10 ilyen falunk van már Pécs városába, és különböző témákat dolgoztunk fel eddig. A fenntartható fejlődés témakörét, a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelmet, és most itt vagyunk önöknél, amikor a társadalmi összefogást próbáljuk. Önkéntesek most igen, hétvégén vannak általában, pestiek vannak most többek között. Itt a parkban, ebben, ahol most vagyunk, ez az őspark, ennek a remetételéhez kell rengeteg kézi munkaerő. Ugye a fáknak a töveinél ott maradtak ezek az iszap részek, ezek mind külön kikeszeregettetlen kézi kapával, lapátokkal és ezt által is kázgatni egy-egy központ közös helyre, és megmosni a fáknak a törzsei. Mocsári citrusok vannak, magas kőr is, meg ilyen platánfák, amik 200 évesek, szóval azért ezek akkor értékek, hogy hát ezt a szemet pénzre kifejezni. Tehát ezek megmentésé mindenképpen gondolnunk kell, és ezt sietünk ezzel a munkával most nagyon. Azzal kezdem akkor mindjárt. Tehát polgármester most lettem én, október 3-án. Most lettem megválasztva, az éjszaka volt az eredmény hirdetés, ugye képviselőtársaimmal nálunk a lakásban voltunk, ott vártuk az ő eredményeiket, ugye később jöttek az eredmények. Hát így reggel 6 órakor feküdtünk le, addig ünnepeltük, mert elég szépen sikerült nyerni, és hát későn keltem, 10 óra környékén már régi polgármester hívott, hogy általás mikor legyen, akkor mondtam délután, majd 2 óra környékén. Sok telefon jött hozzám, gratulációk, ugye az internetről tudtak, látták, hogy nyertem polgármesterként. És jön egy telefon egyszer csak, hogy a gát átszagadt. Milyen gát? Ez is egy gát. És akkor mondják, hogy melyik. És így indult az egész dolog. Úgyhogy aztán utána egy rohantunk, ugye a folyó mellett láttuk, hogy baj van. Gyaroztattunk, de egy fél órában akkor már itt az autó, például az áradat. Úgyhogy már így kezdtem a pályafutásomat. Hát itt mindjárt az indulásnál, ugye akkor én bele zuhantam ebbe. Akkor azonnal telefonáltam, hogy a vállalkozóknak itt a településen nagy gépeknek tulajdonosai voltak, tehát traktorokkal, ilyen rakodógépekkel is mentek be az 1 méter magas zuhogó folyamba, és mentették az embereket. Akkor már voltak itt tűzoltók, megérkeztek közben, gumiruhát vettek is, ők hozták ki az embereket padlásokról, tetőkről, kerítésekről, bástyákon emberek voltak.
és egyenként hozták le, itt már közben a tűzoltóautók, itt a főtéren már lehet zárva, mint az egész település, és itt volt a mentesítés, vissugárra szerencsére az embereket ötten levetőztették, és vagy hidegbe, itt lemosták, aztán jöttek a mentők, folyamatosan vitték őket, meg helikopterek vitték Pestre, Győrbe, a Veszprémbe a komolyabb sérülésűeket, akkor közel 100 embert kellett elszállítani. Aztán az áraz lassan ment vissza lefele, egy 4-5 óra után csökkenni kezdett a magassága, de azért szerencsénk volt, hogy nem volt itt nevesebb, akkor nem volt ember áldozat. Ez annak volt a szerencsénk, hogy nappal volt az érés, és volt riadozhatás. Volt olyan, hogy embert átvitt a Széles utca másik felére, egy házaspárt, egy idős házaspárt. Egyszerűen az áll, és ott megfogta a kerítés szerénységre, és ott tudta kapaszkodni, ott voltak bent 3 órán keresztül. Olyan volt, hogy a lakásban az élet azt vette észre, hogy valami hangot hallott kívülről. És ment ki, és nyitottak az ajtót, de akkor már zudult be az anyag, és aztán elmekedett fel, és annyira volt neki, hogy fel tudjon menekülni gyorsan a felső szintre. Nem a telefonja visszakadt, mert nem azt elvitte, nem tud telefonálni sem. És elvitt minden életűnek a munkáját, de az életüknek is felét is, mert ugye hát ott volt sok emlék, fényképektől elkezdve személyes tárgyaik, amik az kedvencei voltak, kis állatokat, hobbi állatokat, ott borzasztó dolog történtek. Ugye ilyen volt ez az első nap. Hát aztán utána itt folyamatosan ugye itten csináltam mindig, ami előttem volt ezt a munkát, nagyon később feküdtem, legkorán keltem, és hát ez így ment egy hónapon keresztül. Ugyanakkor meg a kártalanítás, ugye ez a másik nagy kérdés, ugye itt azért ez nagyon komoly, érint minden sok embert, itt 270 család van direkt közvetlen érintve, azért az közel 1000 ember. Itt volt a miniszterelnök másnap már is helyszínen is mondta, hogy itt nem lehet élni tovább ezeket az embereket, házakat itt el kell dozerolni, amiket azért ilyen szinten ért az iszap katasztrófa, és helyette akkor kapjanak ők valóban rendes házat, de látja, hogy kell a ingossággal foglalkozni, kell a melléképületekkel foglalkozni, kell, ha valaki máshova akar menni, akkor egy lakásvásárlási lehetőséget neki adni más településen. Persze, hogy szél az, ők is úgy gondolják, kormányzat is, mi helybéli vezetők is, hogy itt kell elmarasztani az embereket, és ezért dolgozunk. És egy másik fontos dolog ugye az, hogy a vállalkozások, a munkahelyi teremtés terén tegyünk valamit. Itt pedig az a kérés a kormány felé, hogy valamilyen adókedvezménnyel segítse hosszú távon az itteni vállalkozásokat. És köszönjük is szépen mindenkinek, de az látszik is, hogy mennyi önkéntes van, meg hát segítenek eltakarítani ezt a mocskot, magyarán szólva, ez a mocsok. Majd meglátjuk, mi lesz. Ez a gond, hogy állítólag, hogy Magyarországon, sőt az egész világban ilyen még nem volt, és senki nem tudja, hogy mi ez. Október 4-én volt a gyerekem 18 éves, és akkor ment el mind a két boltunk nekünk. A Lackó kuckot. Október 4-én lent dolgoztunk, és akkor jött ez az iszap, és 1 méter 80 centi iszap volt mind a két boltunkban, egy horgász diszállatkereskedés, meg egy büfé. És mindenünk odaveszett, hála az égnek azért mi megmaradtunk, mert el tudtunk menekülni. Kilátástalan eddig meg. Az egész. Mivel hogy bérlők voltunk mi is, nem tudjuk, hogy mi lesz velünk. Most kezdenek így a vállalkozókkal foglalkozni, ki kellett töltenünk egy nyomtatványt, majd meglátjuk, mi lesz. Ugye mi is 2 hétig benn voltunk, mert ami menthető, azt mosogattuk, takarítottuk töményen, de hiába mondták, hogy maszkot használjunk, a maszkban lehetetlen dolgozni. Aki dolgozott maszkban, egy szűk kis helyen, hajuldozni, dolgozni benne lehetetlen. Úgyhogy mi sem használtunk, mint a legtöbb ember maszkot, főleg a helyiek nem használtak. Nem tudjuk, majd remélem nem lesz azért valami egészségkárosító hatása. Merem remélni. Az még nem hiányzik nekünk. Úgyis így is mindenünk odaveszett majd, hogy nem. De ez
az egészségünk, ha megmarad, akkor újra tudjuk kezdeni, meg mindenki. De hogyha az is elmegy, akkor nem tudom, mi lesz. Az a gond, hogy akik ilyen bérlők voltak, azokkal nagyon még nem is foglalkoznak. De hiába nekünk is azért a két üzletben volt vagyonunk. És oda hát egy horgászbolt is, meg egy büfé is úgy működik, hogyha folyamatosan fejlesztjük. És minden pénzünket oda fektettük be. És nem tudom, hogy biztosító ugye hárított, az nem fizet semmit, hiába fizettünk biztosítást. Ez a sátor a miénké, felkértek bennünket, hogy az önkénteseket fogadjuk, a főznek, és tehermentesítsük a konyhát. Hát ebbe tudunk mi segíteni most, azóta itt vagyunk. A férjem, mivel vállalkozó, ő neki nem tudnak semmit se adni. Engem felvettek ilyen közhasznúnak minimálbérre, majd meglátjuk, de az is már valami. Meg az, hogy az ember nincs otthon, és nem tud gondolkozni. Ez ám a legnagyobb segítség. Mert én két napig otthon voltam, de mondtam, hogy jövök ide segíteni, vagy valamit csinálni, mert otthon megbolondul az ember, gondolkozik, sír, minden. Így legalább emberek között. Meg aki emberek között volt, az emberek közé is vágyik világ életébe, szerintem. Hogy az iskolában volt egy ilyen szakkörnek nevezett dolog, és itt ezt a Murán Morál nevet kapta, és aki akart jönni, a rajztanárunk tartotta, itt lepetőre festettünk először, és ott tanultuk meg, hogy vannak ezek a színek, és abból hogyan lehet keverni, meg hogy hogyan kell árnyékolni. És akkor a tanárnő, akit úgy látta, hogy hát fejlődik, meg hogy van hozzá tehetsége, azt engedte a falhoz, őt küldte a falhoz. Ugye mivel több csoport van, és több iskolából vagyunk, ezért vannak néhányan, akik osztálytársak voltak, és vannak, akik iskolatársak voltak, de nem ismertük egymást. Nekem Timini szólt, hogy lehet erre jelentkezni, és ugye Somogy ez egy ilyen központ végül is, ott indult el ez a Murál-Murál, és akkor jelentkeztünk az osztálytársaimmal öten, abból már csak én járok erre a Murál-Murálra. Idén kezdtem én is. Mezőszélem volt az első falam. Hamar befogadtak, kedvesek voltak, és jó érzés volt. Nekem ebben tevékenykedik édesanyám, és általa kerültem be én is a csoportba, már az első falfestéstől fogva tagja vagyok, és ez az első falunk Devecseren, ami nem pécsi. Ugyanis eredetileg intézmények és iskoláknak a lepukkant falait színesítettük, vagy festettük meg. Hát most lepukkant, tényleg lepukkant volt. Önkéntes szülők és mi együtt vertük le a hátsó falnak a vakolatát, mert újra kellett vakolni, és kiderült, hogy az ablakkeret és a tégla között nátszállal volt kitömve, mert a... Hát legelőször is van egy téma, hogy mi ezt dolgozzuk föl és valamilyen képbe szerkesszük meg. Ezután egy ötletelés, hogy mit kapcsolódik ehhez a témához, mi az, aminek rá kéne kerülnie, mert fontos dolog ebben a témában, vagy éppen pont, hogy ellensúlyozni akarjuk, hogy ezt nem kéne, vagy pont, hogy ezt kéne csinálni. Igazából itt kimaradt ez a 6-8 hónapos műhelymunka, tehát gyorsan kellett megterveznünk. Két délután alatt terveztük meg ezt a falat, mert ennyi idő maradt rá. Hát olyanokról beszéltünk, hogy akkor hány gyerek legyen ebben a körben, mert például a 12-es szám mit jelképez, hogy 12 gyerek ár körbe is fogják meg egymás kezét. Meg, tehát ilyenek voltak, hogy most akkor melyik legyen, mert már voltak kész szimbólumok. Hát egy ilyen faltervezés az úgy zajlik, hogy bedobják a témát, mint például most az összefogás. Mindenkinek eszébe jut erről valami, tehát ami nekem az összefogás, az igazából ilyen összekulcsoló kezeket jelent, nekem ez jut róla eszembe. És mindenki ilyenkor mondja az ő kis ötletét, és nagyon nehéz megmondani, hogy ki mit rakott hozzá, mert így nagyon gyorsan zajlanak ezek az ötletbörzék, és így mindenki mondja gyorsan az ötleteit, és egymásból kiindulva rakjuk föl az ötleteket, építve a másikra.
Minden nap mennek ezek a híradóba, ezek a, még a mai napig is, tehát mutatnak felvételeket, mutatják az önkénteseket, hogy mossák a fákat, de a híradó szerintem ennyire illetően nem ad vissza semmit, mint amit most a saját szemünkkel látunk. A hírek azok nem akarják annyira rettegésbe tartani az embereket, hogy minden számot pont úgy mondjanak, ahogy az valójában történt. Ha ez nincs, akkor én nem hiszem, hogy eljutottam volna ide, és tudnék most segíteni. Hát, én például nagyon örültem, amikor hallottam, hogy ide jöhetünk, mert akkor úgy gondoltam, hogy megismerhetem őket annyira, hogy tényleg mi történt valójában, és hát nem is ezzel talán nem is az, hogy segítséget nyújtunk, de láthatjuk azt, hogy tényleg van összefogás a háttérben, és hogy számíthatnak az emberekre kisebb-nagyobb mértékekben, de ez szerintem mindig is így van, hogy aki tud, az segít. Bementünk Devecserbe a városba, és megnéztük a házakat, hogy mi történt velük. És hát egyes helyeken nagyon durva volt, amiket láttunk. Tehát kéznyomok a falon, ahogy vergődtek az iszabba. Uh-huh. Volt egy játékmackó, ami az nekem nagyon benne van még mindig a fejemben, hogy tiszta iszap a játékmackó is. Egy üres fényképalbum, gondolom a fényképeket azért próbálták menekíteni az emberek, de ezek azért úgy elgondolkozhatják az embert, hogy ő itt élt, és neki most itt volt mindene, de most nincs semmije. És olyan furcsa látvány volt, hogy üres házak vannak, és mi akárkinek a házába csak úgy bemehetünk, mert az már az nem az ő otthona, hanem csak lebontásra váró házak. Programban vagyunk benne, egy az emlékparkot. Jó, és kis türelmet kérnek, jó? Jó. Ez a közleményem a Devecseri. Vagy tudnál mesélni? Be kellene menni a Jókai utcába, vagy Fenyőfű panzió, azt mondta főnököm, és be kellene szerezni egy írássengedélyt erről, hogy beléphessenek különben, nem beülőket ide. Én nem tudom őket beengedni sajnos. Uh-huh. Jó. Mi ez? Fenyőpanzióhoz. Uh-huh. Jó, de mégis nem baj. Akkor köszönjük szépen. Villanyoszlopon kapaszkodnak az emberek, és akkor döbbentem rá, hogy úristen, itt van valami. Meg az volt a borzasztó, hogy nem lehetett senkit se hívni, mert annyira telítettek voltak a vonalak, hogy egyszerűen bárkit hívtunk, foglaltat, hogy nem is tudom, hogyan, mit jelzett ki. A mamáthoz mentél? Igen, hogy ők rendben vannak-e. Aztán odáig nem ment el. Azt hallottuk, hogy valami maradik. Először azt hittük, hogy valami fát döntenek az utcában, valami tűzifát, és akkor amikor kinéztünk az ajtón, meg az ablakokon ugye, akkor láttuk, hogy valami vörös jön. Aztán egyből összehordtunk mindenféle hülyeséget, hogy ez öntött ki, meg az öntött ki. És akkor kiabáltunk egyik szomszédra a másikra, és akkor megmondta végre valaki, hogy mi történt végül is. És akkor apa kiment, és akkor így derék benne állt az iszabba, és filmezte, hogy mi történik, meg hogy mit viszel. A két autó tűzifát, azt kivitte a kapun víz. Tehát ez az iszapos valami. Meg ilyenkor az is volt, hogy mondtad, hogy állt benne, hogy nem tudták, hogy ez az anyag mar. És utána vették észre, hogy úristen, ez tényleg mar, vagy valami égett, de akkor már ugye késő volt. Mert nem abban a pillanatban érzi, hogy égett. Utána meg még a mentés is ugye tartott egy darabig, úgyhogy nem, és a film, vagy a híradóban is látod, hogy így verették le az embereket, és akkor
az apukám egyik munkatársa mondta, hogy úgy verették őket, mint hogyha nyár lett volna vízzel, pedig azért nem volt olyan nagyon meleg. Nem győztük lemosni így a lábunkról, csak felkaptunk egy ilyen csizmát, és vártuk, hogy jöjjenek a tűzoltók, meg akik ugye elvittek minket. Aztán jött az egyik osztálytársunk az apja ilyen nagy traktorral, és akkor abba szálltunk, mert már csak ilyen pici volt a víz, de majdnem elsodott az is. Aztán felszálltunk arra a traktorszerűségre, és akkor az elvitt minket odáig föl a várkertnél följebb, és akkor onnan mentünk fel a mamához. Kötözésre jártunk folyamatosan. Leégett az egyik lábunk, de az már rendben van, az már meggyógyult. Rengeteg minden, hát a padlószőnyegek, ugye a szekrénysorok, így minden. Meg amit alul ért, azt mindent. Meg például a francia ágy, meg ilyeneket. Ez volt a mi házunk, ugye, ez volt a mi szobánk a húgommal, ez meg anyjéké. Ugye villany, nem tudom, hogy van-e. De hát ott volt a fürdő, így ez el volt halasztva, ez volt a konyha. Ez maradt belőle. Bejött az ágy, nem gyorsan van mindenhol. Már az is látszik, hogy tisztesen értem az ágy. A másik szobában van egy olyan rész, hogy a lámpának az alja alatt tiszta kék maradt a szőnyeg. Szóval, hogy bejött az iszap és felemeltük, alatt annyira jól zárt, hogy ilyen kép lett. Itt kertek voltak. Két lehetőség van a kárenyhítés, amiben kapsz ugye az új területen egy házat, meg egy autót, meg a másik lehetőség meg, hogy kiválasztasz egy házat, azt az állam kifizeti, és butorozd be, meg vegyél hozzá kocsit, meg mindent, amit akarsz. Hát itt is volt egy ilyen palakerítés, meg így végig volt egy palakerítés, meg itt meg egy sima kerítés. Mert a palakerítést egy az egybe így kidöntötte, és amikor hátrajöttünk, itt még hömpölygött a víz. Ha épp akkor itt kín lövünk apuval a kertbe, akkor ugye minket magasan áll, mert ugye ez még egy méterrel lejjebb van, és 2 méter magasan hömpölyöghetett itt az ár, vagy 2,5 méter magasan. Először kezdett hiányozni, hogy most hol ébredek föl. Először így néztem, hogy addig, hogy kinyitottam a szemet, azt hittem, hogy otthon vagyok. Másnap éjjel meg felhívott minket apu egyik munkatársa, hogy kitelepítik kolontát, meg minden. Na, akkor én már tiszta ideg bajos voltam, meg minden. Én már sem tudtam, hogy mit pakoljak. Mama meg képzelhettitek, hogy mennyire oda volt, mert ő nem akart elmenni, mert ragaszkodik a házhoz, meg minden. Ő meg ilyettébe annyira megbolondult, hogy ő a samponttól elkezdve mindent belepakolt a táskába, amikor arra nem is lett volna szükség. Ti hányan vagytok, tesók? 2, én meg a húgom. Na, akkor Barna már sem indítja, és annyit akarnék mondani, hogy ez a Vikiéknek a saját magán története, az, hogy megkaptuk ezt, azért ez egy nagy csoda. Amúgy ti tudjátok azért, hogy ők kicsabák, vagy semmi? Nem, semmit nem tudunk. Annyit tudunk róluk, hogy az apuka
jászkodik, így látjátok azért, hogy jó pár versenyen részt vett, milyen aktív életet éltek igazából, ezt azért úgy képzeljétek bele. Na ez az ugye ott a... Igen. Igen. Ami most nem így néz ki. Ami most, ja. Basszus, volt fű. És volt fű, igen. Most nincs. Nincs. Vagyunk le. Jó, és akkor így jobban fogjuk látni, hogy... Jaha, tisztelek. Köszönöm. Tényleg itt a tenger, oda. Ez nagyon félelmetes, de valaki belesik, már nem van. Nincs mennyi érvény. Hol kezdve el egyáltalán egy ízni körbe érkezik. Mit szólnátok hozzá, hogyha tényleg lehetnétek aktivistái ennek, ha már ide eljutottunk? Mi akár küldötteknek is tehíthetjük magunkat, hogy szervezzétek meg ezt. Én átmásolom nektek nyilván, ezt egy DVD-re szervezzétek meg, adománygyűjtésbe, és konkrétan családoknak gyűjtsünk. Ismerjük ezeket a családokat most már. Én a magam részéről nem szeretnék úgy gyűjteni, hogy szóljon valamelyik karitatív szervezetnek. Ő adta nekem ezt a bizalmat, szavazott, így van. Én például rajtuk szívesen segítek, együtt dolgoztunk. Mondták, hogy ami nagyon hiányzik nekik, az igazából tényleg szó szerint a pénz. Mert ezeket ők nem tudják pénzé varázsolni. Azt is mondták, hogy vannak, tehát hogy rengeteg csaló van, aki kihasználja ezt, és jönnek, hogy az ő falujukat is érte, és van, aki megkapja ezt az adományt, és elmegy, és eladja. Igen. Tehát, hogy annyira nem tisztelik. Tényleg azoknak kéne kiosztani, akiknek valóban szükségük van rá. Hát, hogy ami történt,
Pécsről jöttek, van közel hosszú alakat, és Pécset van egy ilyen kultikus elvalakat, tehát szoktak felakasztani a fiatal. Igen, de hát a fal az a lányommal találtuk ki tulajdonképpen ezt a falnak a funkcióját, hogy megadjuk. Mi egy arcegészségügyi alapítvány vagyunk tulajdonképpen, nekünk a sportoktatás egészség és környezetvédelem a preferált területeink. Az Erdély Zsolt az arca tulajdonképpen a programnak, ő itt fát fog ültetni. Ugye ez is azt fogja elképezni, hogy ne álljon meg az élet, maradjon, verjünk gyökeret ismét ezen a területen. Kik voltak azok a helybéli iskolások, akik részt vettek ennek az elkészítésében? Hát tulajdonképpen én a két iskolaigazgatóval beszéltem, Kolontári és Devecseri általános iskolaigazgatójával, és ők jelöltek ki két-két fiatal leányzót, aki ügyesen fest és jól rajzol. Most már szinte konszolidálódott a helyzet, tehát ki van takarítva nagyrészt, és már inkább nyomokban van ez a vörös iszap, de hát ugye a nyomai azok jól láthatók. Gratulálok, és köszönjük a szép kis Anikó. Szia! Hát, várjál, hadd adjak már puszit. Gyere csak, Mark Panni. Te sem úgy. Ki Mark Panni? Panni? Te is kész a puszit. Mi köszönjük? Kabát Barbara. Barbi? Barnabás. Barnabás. Szelom, Barbi! Még mindig fázol. Voltam már borbálat. Durva Laura. Laura? Olyan van. Szia Laura. Köszönjük. Mérdő Katalin. Matika. Boldán Katalin. Benjamin. Gratulálok. Spicer Viktor. Vitya. Ez betalálható. Az én fiamat is így szoktam szólítani, mert ő is Viktor. Igen, engem is így szoktam. Igen, na látod, akkor eltaláltam. Én a fia Enikő. Eni? Ő. Szia. Markes Adrián. Szia. Nagy Éva. Évike. Jön. Már szalad. Nooo! Évike, csókolom. Nagyon szívesen, mi köszönjük. A repetás. Viktória. Viktória. Gratulálok, Viktória, köszönjük szépen. És ezt. Kedi, csókolom. Köszönjük szépen, hogy akarsz a munkát még ezt. Köszönjük. Köszönöm szépen, hogy a